Sziasztok, itt van velem Csenge, a Genji Racing Team-től. Kérlek, mesélj egy kicsit így a csapatról, hogy honnan jött ez az egész ötlet így abból, hogy mobot építsetek, vagy hogy honnan indultatok is. Sziasztok, Csulik Csenge vagyok, és a Genji Racing Team 2014-ben alakult. Ugye Formula Student az egy eléggé elterjedt versenysorozat itt Magyarországon is, és onnan jött az ötlet, hogy volt egy ilyen Motostudent nevű verseny, és egy pár hallgató itt az egyetemen, a Neumann János Egyetemen összeállt, akik motort szerettek volna építeni, és így igazából konkrétan három hallgató lett ez a kis csapat, és először még ilyen kollégiumi szobába összeültek, gondolkodtak, kitalálták a koncepciót, és akkor 2016-ra építettünk meg a legelső motorunkat. És ő melyik is volt, mert jól tudom, hogy nem elektromos vonalra kezdtétek, hanem ugye egy belső égésű. Az egy belső égésű motor, még a Köszi névre hallgat, egyébként egy nagyon aranyos történet, ugye kezdő csapat, szponzorációból tartott fel magát, és ugye így a szponzorok meg eredményekkel még nem nagyon tudtuk szolgálni, és ezért mindenkinek annyit tudtunk mondani, hogy köszi, és hát a motornak is az lett így a neve, hogy köszi. Úgyhogy ez az első ugye belső égésű volt, aztán 18-ban is belső égésű motort is építettük, ő ez a narancssárga, viszont emellett beneveztük az elektromos versenyre itt, és így 18-ban kettő motorral indult a motoszkidáptem. És hogyha egy váltottatok így az elektromos formulára, hogy az egyszerűbb volt azt kivitelezni, vagy így az innováció hozta ezt nektek meg? Egyszerűbbnek semmiképpen nem mondanám, sőt, inkább de nagyobb kihívás, viszont így a nagyobb kihívás, kicsit nagyobb feladat is, de a hallgatókat ez kifejezetten motiválta, és egyébként így elektromos kategóriába több sikert értünk fel 18-ba, és ezen így föllelkesülve a srácok kitalálták, hogy akkor innentől csak az a hol foglalkodni. Tehát a motor tervezés az összönyöbb előtt egy bonyolult folyamat, mert megvannak annak a lépései, ugye nekem is volt egy ilyen próbálkozás még tavaly előtt, egy ilyen Erdélyvel, és ugye nem egyszerű, hogy nálatok hogy zajlik ez az egész, hogy így a tervezőasztalatól hogyan jutok el így a kivitelezésig, mivel kezdtek általában? Hát ami így egy kicsit megkönnyíti a folyamatot, hogy a Autostudent alapvetően egy bérnök verseny, tehát nekünk minden egyes folyamatot dokumentálnunk kell, és a szervezőség szabja meg, hogy mivel, meddig, mikorra kell eljutni. Így tehát mi egy ilyen koncepcionális tervezéssel kezdünk, ahol végig gondoljuk, hogy mondjuk az előző motoron mit módosítanánk, vagy esetleg mi lesz az innovációnk az idei évben. És akkor a koncepcionális tervezés után kezdődik el a tényleges tervezés, amikor teljesen alkatrészekre lebontva megtervezzük a komplett motort. Most nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy minden csavart egyesével így kitalálni, vagy minden, hanem csak így a kulcs alkatrészeket tervezzük meg. Nyilván, amit egyszerűbb megvásárolni, ezt akkor kitaláljuk, hogy na, akkor ezt fogjuk megvenni, de alapvetően mondjuk egy csizmát, egy villahidat, azt mi tervezünk meg, és akkor azokra így a hallgatók nagyobb hangsúlyt fektetnek. És akkor, amikor lezárul ez a tervezési időszak, akkor azt is nyilván el kell küldenünk a szervezőségnek, és akkor utána a szponzorai segítségével elindul a gyártás, és akkor kiküldjük cégeknek a megtervezett alkatrészeinket, ők azt pedig meggyártják nekünk, és akkor mi visszakapjuk a kész alkatrészt, és utána pedig ebből egy össze egy teljes motor. Tehát alapvetően egy ilyen prototípus szoktak összerakni, és akkor a végleges az nem itt készül el, hanem külsős téged. Így van. Általában mondjuk egy ilyen kulcsalkatrészt ki szoktunk mondjuk 3D nyomtatni, megnézni, hogy mondjuk jó-e, biztosan jók a menetek, az átmérők, minden a helyén van, és akkor ha azt úgy jónak ítéljük meg, akkor megy ki a céghez végleges gyártásra, és akkor utána rakjuk össze az egész prototípus motort. A Motostudent versenyben ugye mit kell tudni, hogy ugye alapvetően nektek ugye ez a fő vonal, hogy így maga az egész versenyből, vagy mi a menete, hogy történik a felkészülésvel? Igazából, ahogy mondtam, ez egy mérnök verseny, és a jelenléti verseny előtt már egy évvel elkezdődik az egész folyamat. Ugye minden egyes dokumentációra mi pontot kapunk, és utána a jelenléti versenyen ezzel alapján, a pontszám alapján például kaphatunk akár büntetést, hogyha nem értünk el elég pontot. Viszont utána, amikor kijutottunk a versenyre, ami Spanyolországban van az aragóniai MotoGP pályán, akkor annak ott az a menete, hogy kezdünk egy ilyen gépátvétellel,
ahol leellenőrzik, hogy a motor minden szabálynak megfelelően, hiszen a tervezéshez mi már kapunk egy ilyen 200 oldalas szabályzatot, amit be kell tartani. Igen, és akkor azt leellenőrzik, hogy minden megfelelően, minden biztonságos-e. Egy spanyol pilóta ki is próbálja a motort, hogy mennyire motorozható, mennyire biztonságos. Így elektromos kategóriába kötelező átmennünk egy esőteszten, ahol ugye nyilván ugye eső, így van, az esőt generálják, és akkor úgy ellenőrzünk, hogy ki ne vagy gyullad-e esetleg, de hál' Istennek nem. No. és akkor utána, hogyha így ezeken átmentünk, akkor jönnek a dinamikus versenyszámok. Ez fake test, gyorsulás és slalom, és akkor utána pedig egy ilyen igazi MotoGP-szerű futam van, tehát szabad edzésekkel, időmérővel és fejfej melletti futam van. Akkor egész komolyan átnézik azért, hogy a biztonságra. Így van, az első két nap igazából abból áll, hogy minden biztonsági szempontból ellenőriznek. És még nem tudom, hogy szó esett arról, hogy hány főben dolgoztak jelenleg, illetve mennyire változó így nektek a létszám? Jelenleg most nagyon kevesen vagyunk egyébként, hogy nagyjából 10 fő, aki így a csapatban van. De most ez tényleg egy ilyen kicsit szűkösebb időszak. Általában így a max létszám az ilyen 22-3 fő szokott lenni, a minimum meg ez a 10 fő. Nyilván ez ugye az egyetem időtől is függ. Ugye általában itt nálunk alapszakokon vannak a hallgatók, 3,5 évig vannak itt az egyetemen, és akkor nyilván ilyen ütemben fluktuálódnak is folyamatosan. Valaki szeretne így hozzátok csatlakozni ide az egyetemen belül, kik a kritériumok, hogy mi alapján választjátok ki? Olyan nagyon konkrét kritérium rendszerünk nincsen, kb. Szeressen a motorokat, szeressen dolgozni, legyen érdeklődő, legyen nyitott, esetleg érdekelje a motorsport, úgy nagyjából ennyi. Igazából bármilyen szakról jöhet meg hallgatók, én is egyébként ikalisztikai mérnökként végeztem, tehát így a műszaki részében a motoroknak nagyon nem láttam bele, de nagyon sok olyan egyéb feladat van, amit egy hallgató itt csinálhat. Úgyhogy kb. Tényleg, hogyha valaki itt szeretne egy ilyen csapathoz tartozni, akkor azt általában szívesen fogadjuk. Még így az utolsó kérdéseknél készültük el a jövőben valami újdonsággal? Most egyébként idén nyár végére lesz várhatóan kész a legújabb elektromos motorunk, hiszen most októberben megyünk majd ismét a motosztudentre Spanyolországba. Úgyhogy annak a motornak a tervezési fázisa már lezárult, és akkor most kezdjük el a konkrét gyártást, és akkor utána pedig jön a tesztelés, meg majd lesz egy nagy leleplező ünnepségünk remélhetőleg, úgyhogy most így kb. Itt tartunk. És az érdeklődők hol tudnak beállkozni veletek még idén, illetve a közeljövőben? Elég sok kiállításra szoktunk járni. Általában kín vagyunk Garantiesen, a Mobility Fórumon, most ugye idénre ezek már lezajlottak, de kín leszünk a Törökszentmiklósi Motoros Napon még, ami biztos, meg egyébként ilyen egyetemi rendezvényeken, kecskeméti rendezvényeken, Hírös Hét Fesztivál, Gyereknap, ilyeneken kín szoktunk lenni általában. És még egy utolsó kérdés, a számok, azok honnan jöttek, a 35, illetve a 77? Semmi konkrét. Nincsen sztori mögötte igazándiból, az első motorunknak 36-os volt a rajtszáma, igazából így kb. Ezt kaptuk, úgyhogy ez így megmaradt. Megragadt, így van, és akkor a belső égésű motorjaink mindig 36-osak voltak, az elektromos meg mindig 77-es. Tehát, hogy kb. Így jött be sztori. Ez igazából az egész internet rings a hallgatók felség területe. Itt van egyébként egy másik járműépítő csapat is, egy FO Motorsport, ők egyéves és Formula Student versenyautót építenek, és így mind a két csapatnak van meg itt irodáig, meg műhelyeik. A mi irodánkhoz itt van a sarokban.
kb. A tervezési folyamat zajlik itt nagyrészt, mert ugye az egyéb ilyen adminisztrációs feladatok zajlanak itt. Van itt is egy 3D nyomtató, tehát az ilyen kisebb asztalhoz kötöttebb dolgokat szoktuk itt végezni. Van több munkaállomás, látom mindenki. Igen. Itt ugye többen is tudnak a srácok együtt dolgozni. Aztán a következő, ez az elektromos konyhaink, itt zajlik minden elektromossággal kapcsolatos folyamat, a kábelkorbács gyártás, akkumulátor gyártás, töltés, merítés, igazából azok szoktak itt zajlani. Ezt a másik csapattal amúgy közösen használjuk ezt a műhelyrészt. És ez is közös a másik csapattal? Itt van marógép, kisebb, nagyobb eszterga, van hegesztő rész is, úgyhogy az ilyen egyszerűbb gyáncsási dolgokat a hallgatóknak van lehetősége, mint sejlődjön, húrókök, meg köszörük, úgyhogy itt is ennél elég sok alkatrész gyártása szokott végbe menni. És akkor végül itt vannak a korábbi motorjaink, majd a korábbi motorjaink darabjai, meg ugye a motornak az összeszerelése zajlik itt alapvetően.